Ebben a nyíregyházi virágboltban is egymásnak adták a kilincset február 14-én a férfiak és nők egyaránt. Sőt, még Woody, ez a romantikus lelkű kutyus is rózsával próbálta kifejezni az érzelmeit. Hazánkban az 1990-es évektől vált egyre népszerűbbé a Valentin nap ünneplése. Én úgy gondolom, hogy minden nő örül a virágnak, tehát egy virággal bármikor le lehet egy nőt venni a lábáról. Tehát, hogyha egy összeveszés van, és utána viszünk akár egy szál virágot, vagy minél nagyobb, attól függ, hogy mekkora az összeveszés, minél nagyobb csokrot, tehát nincs olyan nő szerintem, akit nem veszünk le ezzel a lábáról, hogy figyelünk rá, már maga a gesztus is, tehát, hogy figyelünk rá, fontos vagy, békülni akarok, stb. Tehát én szerintem a virágot nem csak ilyenkor adjuk, hanem mindig, amikor úgy gondolom, hogy eszembe jut, és egy kicsit meg akarom lepni, és örömet akarok neki okozni. A Valentin nap főként a fiatalabb korosztály körében népszerű. Az idősebb generációhoz tartozó férfiak többsége továbbra is inkább a nőnap alkalmából vásárol virágot. Az általunk megkérdezett hölgy is hangsúlyozta, Valentin napkor nem csak a férfiak, de a nők is készülhetnek meglepetéssel a szerelmük számára. Én úgy gondolom, hogy ez ugye páros ünnep, tehát vagy az, hogy ilyen a páromnak viszek, vagy egy szár rózsát, vagy pedig ami rajta van, hogy Valentin, vagy egy szívecskét, vagy olyan bögre, mondjuk, ami kettős, tehát hogy akkor a férfinak is, a nőnek is, mert ugye ez nem csak a fiúknak az ünnepe, hanem ez a lányoknak is, tehát a lányok is ünneplik az ő szerelmüket, a szeretteiket, és ezért a fiúknak is kell tudnunk ajándékokat adni. Egy felmérés szerint az utóbbi években Magyarországon jelentősen nőtt a valentinnapi költések száma, annak ellenére, hogy a rózsa ára világviszonylatban is ezen a napon az egyik legmagasabb. A szakember szerint a valentinnap nem csak a szerelemről szól, hanem ez az év első virágos ünnepe, amikor már a tulipánok is kezdenek kinyílni.